Jaj, már nem vagy velem, annyira szomorú vagyok, meghasad a szívem, már, és minden sor végén ott a már, mert nem tudunk rímet írni, már. És akkor így az utcsó ilyen 50 méteren megfutottam, mert tudod, az volt bennem, hogy nagyon lecsesznek, hogyha nem azt látják, hogy csak így besétálok. A zenekarok, zenekartagoknak nagy része mondjuk nem vegán, vagy való életben nem ilyen állatvédő, csak tudod, el van játszva, ez, erre, erre az eseményre, akiről már pletkáltak életében, úgyhogy tudja azt, hogy hát rohadtul nem igaz, amit állítottak róla, de sajnos mondjuk ez tényleg így van, az, az, az megérti ezt a mondatot. Kis motorom volt, és így mentem, elestem, és letört a fogom évekig. Logopédus, sose segített. És a nép az Isten, a nép, a nép, a nép. 1997-ben született Budapesten. Énekesi, dalszövegírói, produceri tevékenységei mellett jelenleg magyar történelem szakos tanárnak tanul. 2019-ben a Dal című műsorban találkozhatunk vele Kálai Szander Szandrás oldalán. 2021-ben pedig már a Farm VIP második évadában láthattuk, ahol sikerült felérnie a dobogó legfelső fokára. Jelenlegi zenekara a szóló produkciója mellett az NLP, amely 2022-ben alakult és azóta is töretlenül ontja magából az újabbnál újabb zenei alkotásokat, a metal és a trap vonalat követve. Legszívesebben Tokióba, Japánba látogatna el, a kedvenc itala pedig a Tubi Gyömbér. Szia Holló, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy eljöttél ide hozzánk. Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és titeket is. Köszönöm szépen, hogy megjött, megjöttem. Itt lehetek. Jó, ez most egy jó kezdés volt, nem vagy? Kezdjünk bele! Mindenek előtt uh, szeretném felhívni egy, egy küldetésre a figyelmedet, amit itt a podcast során kell majd neked teljesítened. Lász magad előtt egy koktélt, amit mi, mi alkottunk meg neked, és a feladatod az, hogy a műsor végére kitaláld, hogy nagyjából milyen összetevőkből áll ez. Na, a középhaladó alkoholizmusom azért, ő szerintem ez elfogadja ezt a feladatot. Ez egy fapácika, uh, Oliva Bogyóval. Nem, nem túl szakszerű. Mm. Nem. Ezt lerakom. Jó, köszönöm szépen, ez neki megyek ennek a feladatnak. Most az első szip az most menjem. Nyugodtan. Ha Nagyon vagyunk rá, hogy mit fogsz hozzászólni. Ízlik egyébként így elcsőkóstolásra? Hát így elég fura érzésem van. Nem szoktam ilyet inni. Valami piros gyümölcsös ital lesz van a szegbenne. benne. Mi miből állapítottad meg? Nem tudom, a színéből. De mondjuk ízre is egy picit. És valami ilyen, ilyen keserű adalék van, nem tudom, a, szoktam járni egy bár egy ilyen nagyon gyík hely, társas játékokat szoktak ö, játszani ott, de most nem mondom ki a nevét nyilván reklám szempontból. És hogy ott szoktak ilyen nagyon-nagyon-nagyon buta neveket, ilyen játékokból összehozni, és ott egyszer bepróbáltam a Joker nevű italt, ami valami abszintos, ánizsos valami volt. Na, annak volt nagyon hasonló a karaktere. Ö, Ilyen, kicsit ilyen kesernyi, és nem is tudom, meg egyszer a Kálai Sanders volt, aki így, ö, itatott velem mit, mit itat, mit adott velem, abszintpesgőt, és abban is ilyen á, á, ánizsos íz van, kicsit arra, arra megy, de majd szerintem így kortyolgatom, és ö, ö, meglátjuk, hogy mi, mi a vége. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit, uh, mit szűrsz le belőle, de hát van rá egy beszélgetésnyi időd. Persze. Ízlegetem majd. A, a, pohár nagyon tetszik. Az egy koktél pohár, azt már megfejtettem. azt <laughs> <laughs> Azt összehoztam. Ugye mostanában egyébként a zené világban mozogsz leginkább, tehát producer vagy előadó, van zenekarod, dalszöveget írsz. Szerinted mitől lesz igazán jó egy dalszöveg? Hú, ez egy jó kérdés. Abszolút nem a dalszövegből szoktam meg egyébként hogy mitől lesz mondjuk sikeres egy produkció, de hogyha már ez a kérdés, hogy mi a dalszövegnek a, a koncepciója, talán az, hogy mennyire legönazonosabb az előadóval. Tehát mindig azt szoktam megkérdezni, amikor hozzám jön egy átlag előadó, hogy Szia, holló, szeretnék csinálni egy zenét, hogy, oké, okay, hány éveseknek készül, milyen neműeknek készül, hova készült, Kelet-Magyarországra, Nyugat-Magyarországra, klubokba szeretnéd előadni, rádióba szeretnéd előadni, milyen stílusú zene van. Tehát itt nagyon sok dolog összejátszik, mert például, hogyha ha rádióba szeretnél zenét rakni, akkor nyilván kilőve a káromkodás, nyilván kilőve az, mint a átlag YouTube trending listás szövegeknek, hogy meg gondoljunk egy ilyen GVM dalszövegre, hogy kiszopom a szádat, kislány! Valami ilyesmi, ezek már egy abszolút kilőve. Hogy nyilván olyasmi dolgokat kell megfogni, ami a Hát kik, kik járnak autóval, nyilván azok, akik mondjuk melóba járnak, akkor már is tudod azt, hogy mondjuk a nem tudom, 25 éves feletti korosztály, mert az már megengedheti magának azt, hogy autót vegyen, annak már mondjuk be kell járni melóznia. Míg mondjuk egy YouTube trendinges zene, az mondjuk inkább szól a 11-től 20 éves korosztálynak, aki mondjuk, nem tudom, valamilyen vidéki faluba bármikor meg tudja hallgatni, tudja fogyasztani ezt a tartalmat, és azért is van az például, hogy amíg mondjuk megnézel mondjuk egy Iron Mafia klippet, vagy egy Fist, vagy egy nem tudom, bármilyen ilyen nagyobb zenekart, akik mondjuk fesztiválon, mainstream időben, tehát ő főidőben vannak, ő sokkal kevesebb megtekintése van, mint mondjuk az újvonalas edőadóknak, és ez abból van... Azért van, mert ugye az ő hallgatóik dolgoznak, tehát valóban munkaidőben nem tudnak youtubozni, még mondjuk a fiatalabb korosztálynak sokkal több ideje van arra, hogy online ö, időt töltsön, tehát hogy azokon a felületeken ö, hát tartalmat fogyasszon. Mindig, amikor jönnek hozzám, hogy mit tudom, szeretnék egy szerelmes dalt írni, szeretnék egy nem tudom, ilyen vagizós, flexelős zenét írni, mondjuk a 2000-es évektől tudod a hip-hop, az már kb. arról szól, hogy kinek nagyobb a és mit tudom, mindig azt szoktam megkérdezni, hogy jó, elhagyott a babám. Miért hagyott el a babám? Ö, te csaltad meg? Ő csalt meg? Már bele szeretett másba, de nem csalt meg, csak már más szeret? Jó, miért szeret mást? Nem foglalkoztál vele eleget? És kérdezni, 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 és a végén ott vagyunk, hogy összeáll egy sztori. Hogy összeáll egy sztori, hogy mondjuk nem tudom, ö, túl sokat dolgoztam, emiatt nem mentem elég korán haza, mindig éjszaka értem haza, már nem is láttuk egymást, elhalványult a szerelem, ez már egy sztori. De az, hogy leírni ilyen hitványul, hogy, hogy jaj, már nem vagy velem, annyira szomorú vagyok, meghasad a szívem, már, és minden sor végén ott a már, mert nem tudunk krímet írni, már. Az, az szerintem elég hitvány, meg nagyon kezdetleges, és azért mindig azt szoktam mondani, hogy amikor dalszöveget írunk, akkor próbáljunk meg arra figyelni, hogy ne ragrímezzünk, azt hiszem a Said mondta, uh, igen, ő mondta, három ragrím után azért vágott, hogy gáz van, hogy azért erre is próbáljunk figyelni. Tehát talán ettől lesz jó egy dalszöveg, hogy kreatív, önazonos, és hogy uh, piacilag célba ér. Ezt most felsoroltad, hogy hogyan készült, tehát hogy írtok egy, egy sztorit emögé, de ez kellenek szavak, hogy ebből legyen egy szöveg. Maga az ihlet, hogy, hogy, a szavakat hogy pakolod, hogy hogy lesz ebből egy kerek, tehát egy kerek sztori. Ez egy nagyon érdekes kérdés, szerintem sokat kell hozzáolvasni, például verses köteteket, nem tudom, novellákat. Egyébként van a kereső, az egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagy fegyver, és mindenki használja egyébként a zeneiparban. Külföldön is képzeld el, hogy nagyon sokszor úgy dolgoznak, hogy én pössze vagyok, néha szoktam én, hogy ilyeneket, ez azért van, mert letört a fogalma, amikor pici voltam, egy ilyen sárga kék színű kis motorom volt, és így mentem, elestem, és letört a fogom évekig logopédus, sose segített. Szóval vissza, szóval külföldön is vannak ilyenek, hogy driblis -zrib -zrib ez a neve, és még az angolok is kamu angolla nyomják. Tehát ez a... Jó, lementem a boltba venni kenyeret, érted? És akkor így ez a kamu angola, nagyjából megvannak az a magas mély magánhangzó, megvan a ritmika, meg lesz a dallam, és akkor ezt valahogy így átültetted magyarra. Tényleg talán az iklet az onnan jön, hogy, hogy minden egy remix, mert ma már nagyon eredeti dolgot nem találsz, és talán abból tudsz remixelni, hogy annyi annyiféle benyomás értéget, tudod, abból, hogy mit tudom, mondjuk volt x szakításod, volt a barátnődnek szakítása, volt a nem tudom, egy traumája valamelyik haverodnak. Ezek tudod, mind olyan élmények, amiből te tudsz építkezni, és hogyha ezeket valahogy így összegyúrod, abból lehet valami talán új. És akkor alapvetően én úgy tudom, hogy te, vagy hát nem úgy tudom, hanem hallottam bőven dalodat és ezekben nagyon sok a káromkodás, tehát ezeket te nem veted meg. Most is hallhatunk majd tőled azért ilyeneket az új dalokban. Szerintem annak is megvan egyébként a helye, meg a, a nem tudom, ideje. Például én, én magyar történelmet tanítok most, ahhoz, hogy gyakorlatomat végzem épp, tehát hogy most éppen diplomát próbálok szerezni, talán idén össze is jön. És uh, például ott is egy teljesen más szituáció van. Tehát amikor elmész tanítani, öltönybe megyek, kiveszem a piercingemet, nem látszanak a tetoválások, mert ez egy olyan szituáció. Amikor például mi ezzel a trap metállal próbáljuk megcsinálni azt, amit tényleg itthon még nem csináltak meg, ezt a olyan hip-hopot, ami, ami a ja, met, tényleg a metálnak a, az olyan válfaj, ami mondjuk kint a Scarlord, Ghost Man, Suicide Boys, Attila esetleg, ö, hogy, hogy, ott elfér. Tehát, hogy ott vannak, van az a, az a pillanat, amikor elfér. De közben vannak olyan szövegeink, ami, ami, mondjuk arról szól, hogy vert, a nevelőfaterom, hogy, hogy Zellernek a faterja börtönbe volt. Tehát, hogy ilyenek, ilyen szövegünk is van, tehát komoly témákról is beszélünk. De persze van olyan szöveg, ami mondjuk, tudod, ez a tipik bordal. De a Petőfire rászólt valaki, amikor az volt, hogy izé, hogy ígyunk, szórakozzunk, stb. Persze van ez is. A hip-hopnak már a 2000-es évek óta az a fő, nem tudom, hát ilyen, a, a, a centrumában a szövegeknek mindig általában a, a, az öntömjénezés van. A mi csapatunk mindig jobb, a ti csapatok bé, bénább. És akkor minél jobban tudod ezt szifrázni, kb. annál jobb a te hoppod. Tehát erről szól maga ez a műfaj. Mi szeretnénk arról beszélni, és a mi szövegünkben az van, hogy az itthoni undergroundnak az összefogása, az néha csak mémelt, tettetett, demózott. Nagyon sokszor van az, hogy mondja egy zenekar, hogy, hogy vagy, vagy, mondok, egy, mondok egy tök jó példát. Hardcore zenekaroknál nagyon sokszor előfordul az, hogy kiállnak a Sea Shepherd mellett, és akkor kirakják, hogy izé állatvédelem, meg minden, és akkor nyomják, nyomják. De valóban a zenekarok, zenekartagoknak nagy része mondjuk nem vegán, vagy való életben nem ilyen állatvédő, csak tudod, el van játszva ez erre, erre az eseményre. És valahol, valahol tök jó dolog ez, mert valahol mégiscsak gyűjtenek bevételt, és akkor kapnak ezek az állatvédő cégek mondjuk ö, ö, pénzt erre arra, ami tot tök jó, de közben nekem valahol így visszás, hogy ez, ez miért csak mondjuk egy hónapig tart, amíg tart a koncertkampány, meg azon a napon. Tehát én tényleg voltam vegán, én tényleg nyomtam ezt, én azt láttam, hogy én azért voltam vegán, mert nagyon zavart az, hogy nem tudnak megfordulni a ketrecükben az állatok, és aztán rájöttem, hogy, hogy, hogy nem azzal tudok tenni, hogy, hogy én vegán vagyok, hanem ilyen nagyon apró dolgokkal. Tehát, hogy, hogyha már nem tudom, nem kérsz már izé műanyag szívószálat, most pont kaptam egyébként, de hogy érted, nem szoktam műanyag szívószálat kérni ő általában a, a, az, az, az italomba nem műanyag zacskózol, például amikor bevásárolni megyek, akkor is úgy van, hogy hát ha már matricát kell kérni rá, akkor tudod, akkor a zöldségre ragasztom rá, nem viszek zacskót, még lebomlót sem, meg ilyenek. Tehát ilyen minimális dolgok vannak, amiket, hogyha megcsinálsz, akkor egy picit jobb lesz minden. De amikor, mit tudom, ilyen is volt, én voltam a Greenpeace-nek is akcióján, ilyen mély ültettünk, meg ilyenek, és aztán tudod, és aztán látod, hogy elmennek hamburgerezni a Greenpeace-esek. És akkor tudod, így, 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 gondolkozol ezen, hogy, hogy így tényleg ez így minden oké, okay és ezzel? És nagyon sokszor megkaptam már azt is, hogy tudod, hogy én régen vegán voltam, akkor már most miért nem, de hogy tudod, hogy hogy oké, az voltam, és csináltam, egy csomó ideig tettem valamit, de nem, nem az volt, hogy egy hónapig csináltam, és akkor izé, eljátszottam, hogy mennyire állatvédő vagyok, vagy mennyire környezetvédő, hanem én tényleg csináltam, próbáltam valamit tenni, csak az én szintemen én ezt már nem tudtam tovább. És még egyszer mondom, tök jó, hogy vannak ilyen kezdeményezések, csak nagyon sokszor szerintem előadják magukat az emberek. És hogy előadj, és hogy, hogy tudod, mert ezek az ez ilyen like pontok. Az, hogy te környezetvédő vagy, az egy ilyen like pont. És például az NLP-ben vannak ilyen szövegek, ami mondjuk az ilyen összefogás like pontok, hogy mindenki mondja, hogy Unity, hardcore zenekar, összefogunk, segítjük a kis zenekarokat, meg minden, aztán megy a köpés fentről lefele. Aztán hirtelen megcsinálod, vagy hirtelen elérsz egy eredményt, ilyen volt az AVS zenekar is, nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, hogy a Viszlát nyár előtt azért elhangzottak olyan dolgok, hogy azért a, ezt a metákort, ezt itt innen onnan lopjuk, stb. Minden. Hirtelen híres lett a, a, a Viszlát nyáron, beállt egy csomó zenekar melléjük, ezektől a héterektől mi hangzott, Te, tehát hangsúlyozom, a héterekről beszélek, és mi hangzott el tőlük? Hát, a, hát az AVS az mindig nagyon jó volt! Hát soha nem mondtunk róla rosszat! És, és nagyon sokszor ez, tehát ez a bárány, ő, ő, bárány effektus. És ez szerintem, akiről már pletkáltak életében, úgyhogy tudja azt, hogy hát rohadtul nem igaz, amit állítottak róla, de sajnos mondjuk ez tényleg így van, az, az, az megérti ezt a mondatot. Tehát utána hiába védekezel, hiába mondod azt, hogy figyú már, ez, ez, nem így van, én egy még csomó mindent csinálok, akkor is rácsítik, mert már, már megbélyegeztek, mert ilyenek az emberek, mert a média az már, mert az már elhitette velük. Ezt kifejtette. Ez bőven kifejtetted. <laughs> Több klipet is forgatotok mostanában, annak megálmodója is vagy. Mennyire veszel részt ezekben a folyamatokban? Például az utolsó ilyen komolyabb videó, amiben részt vettem, mint rendező, az a Bánki Beninek volt a Hello Balcsi, azt hiszem ez volt a Cél Végleges címe. Én szerettem volna rendezéssel foglalkozni, én dráma végeztem gimnáziumban, viszont színészként annyira nem éreztem, hogy megtalálnám a helyemet, Azért inkább rendező szerettem volna lenni. Hát a saját klipekben nyilván tud, valamennyire megálmodja az ember, amennyire tudja, nyilván költségvetés szempontból mi még nem tartunk ott, hogy ezt tényleg úgy tudjam csinálni, ami ami látszódik, de hát nulla pénzből hogy tudod kihozni a legjobban? Mondtad, hogy még nem vagytok azon a szinten, hogy olyan klippeket forgassatok, amit megálmodsz. Ebből jól következtetek akkor arra, hogy nem gondolod, hogy még a zenei karrier csúcsán lennél, vagy lennétek, mint zenekar. Mikor éreznéd ott magadat, vagy magatokat akár? Hát, mint zenei producer, én egyébként elégedett vagyok azzal, ahol most vagyok, mert folyamatosan vannak munkáim, nagyjából mindenki ismer a zeneiparban, az előadók közül, akár a szakember, szakemberek közül. Tehát azt érzem, hogy már elértem egy olyan ö, szintet ilyen hírességben, mint, mint producer, amivel már elégedett tudok lenni, amivel nem vagyok elégedett, meg amit szeretnék fejleszteni. Azt tudod, hogy minél jobb szakértelem, ehhez ugye az kell, hogy, a, hogy egy csomó olyan szakember, akit megismertem, ö, azokkal mondjuk együtt tudjak dolgozni, tanítsunk egymásnak dolgokat. És szerintem ez a zenei alázat az, amivel előrébb tud lépni egy, egy előadó, hogy tanul a másiktól, meg hát itt tanítjuk egymást. Tehát a tudás szerintem mindig át kell adni, és mindig, amikor rám írnak, nagyon sokan írnak rám Instán, hogy tudsz egy-két kérdést adni, mit tudom, milyen felszerelést vegyek ennyi pénzből, meg ilyenek, én mindenkinek válaszolok, és mindenkinek segíteni szoktam, hogy figyú, inkább gyűjts még hozzá egy mit tudom egy 30 ezer forintot, mert, mert akkor tényleg jó, már vállalható lesz, de amúgy meg nincs értelme, tehát hogy nagyon sokszor szoktam így segíteni és ö, talán még producer szinten még az lenne nekem a következő lépés, hogy egy még nagyobb stúdió, ö, még nevesebb előadók, mert most például én vállaltam már nagyon sok, vagy dolgoztam már nagyon sok ilyen neves előadóval, meg most is dolgozok például jövő héten pont egy Tolva René csinálok de hogy nagyon sok undergroundot csinálok amit amúgy valahol élvezek, és pénzben igazából majdnem ugyanott vagyunk, hosszú távon, hogyha nézed, akkor nyilván egy jeles előadó, játsza a rádió, akkor az neked mondjuk bevétel, mint szerzői jogdíj, az nyilván több pénz, de valahol meg élvezem azt is tolt, hogy egy ilyen kezdőprodukciót összerakni. Tehát ebben is van varázs. És nem akarok különbséget tenni hogy a, a között, hogy mondjuk azt mondom, hogy a, követnek 500-an, hát akkor nem vállallak, kinyomlak. Nem, hanem hogy mindenki, tényleg mindenkit szeretnék elvállalni de örülnék, hogyha minél nagyobb produkciók, minél nagyobb teremben fel tudnám minél több eszközzel, de hát ez folyamatosan fejlődik. Tehát, hogy amióta megnyertem a farmot, azóta például nekem van is már rá tőkém, hogy ezt tudjam fejleszteni, ami meg is történt, tehát, hogy mind az equipmentben, mind a tudásilag szerintem azóta nagyon sokat sikerült fejlődöm. Előadó szinten nem gondolom magamat híresnek. Tehát a faierhulló produkció, mint, mint, mint előadó, az szerintem annyira nem híres, de van benne potenciál. Tehát, hogyha én valahova nám magamat pozícionálni, akkor én azt az ilyen Azaria, Judlo, Manuel, Télani köré lőném, hogy kb. azt a szintet, vagy azt az irányvonalat szeretném hozni. Hát ilyen poppánk meg trap, meg minden, és igazából még a tudás is meg lenne hozzá, meg valahol a technika is de azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, hogy szerencse alapúak. Tehát nem elég az, hogy te mondjuk csinálsz egy jó dalt, vagy hogy tudsz énekelni, tudsz hangszeren játszani, mert ez, ez nem érdekel senkit. Tehát, hogy éppen aktuálisan te jókor, jó helyen lövöd el azt az egy dolgot, és az megy, akkor, akkor sikered lesz. Például, amikor kijöttem a, a farmból, Covid volt, sőt, előrébb megyek. Amikor kiosztam az első lemezemet, az egyedül, de mégsemet, rá két étre bejött a Covid. Nem tudtuk megturnéztatni, nem tudtunk vele menni sehova, bukó lett a lemez. Második LP. Kiosztuk a második lp rá két hétre második hullám. Tehát amikor már tudod, hogy lehetett járkálni, megint lockdown. Jó, oké, köszi. Megnyertem a farmot, kijöttem a farmból, háború! Tehát, hogy így valahogy így sose sikerült ezt jól droppolnom a fehér szinten, tehát, hogy amikor szerettem volna valami nagyot robbantani, akkor valahogy mindig azt éreztem, hogy valami közbe jött, nem jó időbe raktam ki, vagy mondjuk nem csináltam annyira jól a média kampányát, mint előadó. Ezzel szemben szerként meg tök jól csináltam a média kampányokat, tehát hogy gyere hozzám stúdiózni, meg minden. Tehát, hogy valahol az annyira nem sikerült, ez meg jól sikerült. És ez a most készülő projektem, ez a Metal Zenekar, ez a, az NLP. Itt is ezt érzem, hogy most készülünk egy nagy lemezzel, és én azt elárulom ezt a titkot, hogy úgy jelentetünk meg dalokat, és úgy fogjuk a lemezt is megjelentetni, hogy egy jósnővel, nővel, ilyen, milyennek a neve ez a, tudom, mi a, az időt nézi, horoszkóp, meg ilyenek. Tudod, aki a horoszkópokat nézi? Én a tarókártyát ismerem, meg, meg az időt nézi. Na, mindegy, ilyen horoszkópos ember, legy, maradjunk ebben. Jó, jósnő, ez tök jó meg a jósnő látó. legyen, ez ilyen látó, és ő mindig mond, hogy mikor állnak jól a csillagok, meg minden, és én már úgy vagyok vele, hogy azt mondja, mit tudom, vasárnap este hét. amúgy azt mondanám, hogy ez egy tök szar idő, tudod, mint, 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 posztolás szempontból, mert látom az eléréseket. Fia, azt mondta, rakjuk. Tehát én már nem hiszek semmiben. De én már azt mondom, kérdezni, hogy az ilyen dolgokban hiszel alapvetően? Az energiába hiszek. Mert azt gondolom, hogy tényleg nem tudsz mit csinálni itt való, tényleg a csillagok állásán múlik az, hogy te, te, most mikor droppolsz, meg hogy mikor kéne raknod. Én egyébként hiszek ebben, én mentem nadizni és pránanadizni is, kettes szintét megcsináltam, hogy valahol hiszek ebben az energiaáramlásban, hogy minden energiából van, meg ebből is, hogy mit tudom, minden Isten. Ha létezik Isten, akkor az valószínűleg a legtökéletesebb jó. Az én fejemben. Pont ezért mondjuk nincs pokol. Mert mondjuk gondolj bele, hogy pedagógiából azt tanuljuk, hogy mondjuk Kelet-Magyarország egy bűnöző család, a gyerek azt látja egész életében, hogy lopnak, csalnak, hazudnak a szülők. És a pedagógia azt mondja, hogy ő választhatja azt is, hogy bűnöző lesz. És mondjuk nagyobb eséllyel választja, mert mondjuk azt látta. Tehát, hogy itt beszélünk mondjuk a genetika, meg a, a tanult vitáról is, hogy melyik az erősebb. De mondjuk, mondjuk azt, hogy ő ezért bűnöző lesz egész életében. Ezt látta, plusz a gének, stb. Akkor most így kérdezem, hogy Isten egy olyan lényt teremtett, akit arra szánt, hogy majd pokolra kerüljön? Elég szemét lenne ez az Isten, hogy érted, hogy bűnözőket teremtés, és akkor arra, arra teremt téged, hogy majd pokolra juss. Úgyhogy ezzel nem gondolom például, hogy létezne pokol, hiszen én Isten a legtökéletesebb jónak gondolom. De közben nem gondolom, hogy lenne egy télapó, ilyen szakálas bácsi, hanem hanem, hogy tényleg ott van mindenhol, mindenben. Hogy mondjuk ő az összetartó erő. És akkor például, tehát hogyha azt mondod, hiszel az energiában is, akkor lényegében talán mondhatjuk, hogy hiszel abban is, hogy, hogy mi is energiából, tehát van bennünk energia. Hát biztos, hogy abban vagyunk. Hát gondolj bele, hogyha ha mondjuk nézed, nézed a kábeleket a falban, nem látod, hogy ott van a, az energia, de tudod, hogy ott van. Tehát, hogy tudod, tudod hogy abban amúgy áram van, de nem látod. Tehát, hogy, hogy valami hasonló szerintem ez is. Hogy mindenhol ott van, mindenben benne van, áramlik az energia. De akkor figyelj már, akkor, hogyha áramlik, akkor lényegében, tehát akkor folyamatosan jelen van, akkor nem szűnik meg soha. Persze. Jól értem. Ezt én is egyébként teljesen így látom. Ugye. És ha nem szűnik meg soha, akkor viszont mondhatjuk, hogy ezek az energiák, ezek megtestesülnek egy adott emberben. Biztos megtestesülnek. Tehát, hogy Vagyis... ez is lehet, hogy hogy, tehát, hogy nem zárható ki szerintem az, hogy, hogy a, a, a sok mese. Mert a Biblia is egy mese. Tehát, hogy ott sok mesét összegyűjtöttek, valaki kitalálta, hogy mostantól ez van. Tehát, hogy érted, a, a, a sok zsidó a, a sivatagban. Ö, járkál, üldözik őket, megírják Jézus tanításait, összegyűjtik egy könyvben a tanukat, amiben akár lehet igaz dolog is. Tehát ezt, ezt nem tudhatjuk, és az, amit állítok, hogy, mit tudom, energia minden, ez nem zárja ki azt, hogy legyen Jézus, nem zárja ki azt, hogy legyen, nem tudom. Egy felsőbb hatalom. Bármilyen Istent, de akár Visnu vagy valami. Tehát, hogy simán lehet, hogy egy csomó minden mindentől megtörtént, vagy különböző alakokban van, ezt nem tudhatjuk. Hát ezek mind, mind olyan dolgok szerintem, amik, amik hatalom befolyásoló tényezők. Tehát a vallás az mindig is arra szolgált, hogy az a világi hatalmat kontrollálja. Tehát itt nem, nem ö, isteni hatalomról, nem, ö, nem az Istennel való kapcsolatról beszélünk, soha az egyház kapcsán, semmilyen egyház kapcsán. A vallás az mindig politika, mindig világi hatalom. Tehát, tehát hogy kétségünk ne essen arról, hogy, hogy annó a tizedet, a nem tudom mit, azt nem azért gyűjtötték, mert hogy akkor Isten jobban szeret, hogyha beadod a pénzt, búcsú cédulák, meg ilyenek, tehát hogy ez, ezt már tapasztaltuk a történelem folyamán, ezek mind mafiózók. Tehát, hogy ezek az emberek, akik ezzel visszaéltek, mafiózók. Viszont ettől függetlenül a hit része, az Istennel való kapcsolat, az például lehet akár igaz is, tehát hogy lehetnek benne itt itt olyan dolgok, amik tudod, hogy valahol ellent mondanak egymásnak, mert hogyha ez van, akkor miért tudod? De ez, ezt kell túl gondolni, tehát ezen kell gondolkodni, és ezért mondom, hogy nem szabad ilyet ö, így belemenni, hogy akkor nincs Isten, meg hogy akkor van Isten, hanem ja, lehet, hogy van, és hogy próbáljuk meg azokat az elveket hozni, amikkel valószínűleg minden jobb lesz. Na, és ha már megbeszéltük, hogy ennyire áramlik az energia, azért egy brutálisan energikus ember vagy, tehát nem beültél közénk, hanem így berobbantál. Ezzel az energiával, meg ezzel a kisugárzásoddal, mit gondolsz éppen, milyen veled együtt dolgozni? Hát egyről pozitív visszajelzések vannak, különben nem lenne még munkám. <hállandás> <hállandás> hát, <hállandás> <hállandás> uh, itt it nem, a, nem bocsánat, nem a munkádra gondolok feltétlen, hanem mint ember. Nekem az a tapasztalatom, hogy ő, nagyon hamar meg tudom találni azt, hogy ki miben jó, és arra próbálok mindig építeni, amikor valami közöset kell alkotni, vagy közöset csinálni, és talán ezért mentem tanárnak, mert ott is az van, hogy, ott, hogy meglátod a gyerekek, miben jók, jobbak, segíteni abban, hogy ők össze tudják hozni azt, amit akarnak. Például a suliban is az volt, ugye most már, nem tudom, csinálom azért egy pár hónapja a tanári hosszú gyakorlatot, és hogy jöttek oda hozzám, hogy szeretnék videóval foglalkozni, szeretnék, nem tudom, színházzal foglalkozni, mit ajánlasz, mit, mit csináljak, hova menjek, vagy ilyen is volt, hogy tud, tudta az egyik lány, hogy milyen szakítós dal, dalokat is írok, hogy dolgozom ezt fel, segítsek neki, ízé, adjak tanácsot, hogy mik, miket lehetne csinálni. És tudod, ilyen dolgokban érzem én magam, mert erősnek, hogy megtalálom, hogy ki mibe jó, hol tudok segíteni, és talán velem ilyen együtt dolgozni, hogy ezeket gyorsan fölismerem, és azokban támogatom az embereket. Mit gondolsz egyébként, lehet mások számára példaképmecske ebből kiindulva, hogy egyrészt tanítasz is, Megpróbálsz ezért átadni valami tudást. Uh -huh. Van egy mondani a szakmai téren is. Ö, lehetsz az emberek számára példakép szerinted? Hát én remélem, hogy tudok példaképként szolgálni egy csomó mindenben, hiszen rengeteg mindent el tudtam érni, de valahol azt mondom, hogy fenntartással kell kezelni egy csomó dolgot, mert például, ahol kritikákat kapok, például az egyik oldalról, hogy voltam valóságsokban, ott ott, akkor csinálod magadból a hülyét, meg minden, de valahol, tudod, valahol az is én vagyok, meg valahol élvezem, és nem tudom, talán, talán azért mondom ezt a fenntartást, hogy például, hogyha te tudod, hogy mit tudom, mérnök akarsz lenni, de mondjuk én jó példa vagyok neked, mert dolgozom, teszek a munkámba, érted? Nem szarom le, hanem tényleg odafigyelek rá, figyelek a velem együtt dolgozókra, hogy mit tudom, nem kések a munkából. Tehát ez ilyen apróságok. Például emiatt talán lehetnék példakép, hogy ezekre odafigyelek, de például amiatt ne legyek példakép, hogy mondjuk mondjuk egy valóság sóban esetleg, mit tudom, hányok a, a hegyen, mert nem ettem, nem tudom, egy hete is, és cipelem a kilós paradicsomot, például volt ilyen, tudod, és akkor az ilyen full cikítod, én is így fogom fel, hogy ú, uh, azért ez így valahol gáz, tehát hogy ezeket így érdemes valahol így összességében nézni, meg látni a szálakat, hogy mi miért van. Ez egyébként most, hogy már így a, a reality beszélünk, meg a valóságsóról, ugye a farm VIP, amire te konkrétan utalsz, Ö, ezt te hogy élted meg? Milyen, milyen, milyen volt? Egyrészt milyen ennek most ugye az utolatása? Mert most ugye erre utaltál, hogy... Ö, nem. Hát nagyon sokat köszönhetek ennek, és egyébként Bilexnek köszönhetek emiatt talán a legtöbbet, mert emiatt hívtak be egyáltalán a castingról, hogy mi megcsináltuk a közös dalt. Meg hogy beajánlott, nagyon jókat mondott rólam, tehát hogy én ezért nagyon hálás vagyok. Maga, maga a forgatás az nagyon furcsa volt, mert már jártam tös, többször interjúban, meg így ért két ilyen ilyen podcast meg ilyenekre hívtak, de az nagyon más, amikor tényleg 0-24 kamerák vesznek körbe. Ez tényleg így van, ténylegesen 0-24 forognak azok a kamerák, de nincs olyan, hogy lálnak, és akkor én hallottam, vannak ilyen sztorik, hogy lál a kamera egy ideig, és akkor újra kell venni vannak, mondjuk azt, hogy nagyon sírsz, vagy zokogsz valami. Vannak, vannak vezetett realitik is, én tudok ilyenekről, ahol mondjuk az történik meg, hogy Skriptelve van, hogy nektek most össze kell veszni, stb. A farm az nem egy ilyen skriptel dolog volt, tehát ott minden valódi volt, tényleg el volt véve tőlünk a telefon, tehát hogy például ö, főzni nem tudtunk, és ez volt a nagyon paras szerintem az egyik leg. nem is a kamerák, hanem az, hogy vagy a feladatot csinálod, vagy főzöl. Mert kell a kondér, kellenek az eszközök hozzá, stb. És tényleg vagy csinálod a nem tudom paradicsompürét, hogy ne essél ki holnap. Vagy, vagy, csinálsz egy levest és eszel. És azért főleg mondjuk almát ettünk, az egy idő után elfogyott, a kolbász nagyon gyorsan elfogyott, tehát hogy 8 ember egy-két darab izé kolbász egy hétre, tudod, ilyen, ilyenek, nagyon keveset ettünk. Tehát, hogy a, a, végén már a Harry Kettner az ilyeneket csinált, hogy így hagymát mártott zsírba, és így azt tette. Tehát, hogy így eszméletlen. Meg olyat csináltunk, ilyen cigány kenyeret, hogy így a vizet meg a lisztet összekevertük, és akkor egy ilyen, ilyen főzőlapon izé azt így kisütöttük, és akkor az volt a kenyér. Tehát, hogy így a minél gyorsabban, minél valami legyen, tudod. És akkor tudtunk főzni, amikor már nem volt feladat, mondjuk azt mondták este, hogy ideig csináltátok a feladatot, mert jött a levél, hogy akkor ennyi volt. És akkor akkor tudod, nem volt, tehát tényleg nem volt semmi csalás benne, tehát nem volt az, hogy akkor este lehímeztél, még nem tudom, száz darab valamit, hanem, hanem tényleg, akkor elbénáztad, elbénáztad. Meg, meg, euh, meg te akkor tudtunk főzni, ha volt erőd, de olyan is volt, hogy mit tudom, lefeküdtünk, és azt mondtuk, hogy hagyjuk a francba, tehát ilyen is volt. Tehát akkor azért neked neked van az életedben ennek utóhatása. tehát nagyon sok mindent átéltetek akkor itt, a farm alatt, erről már nagyon sok interjút adtam egyébként, de ugye a farm alatt szerintem annyi dologra rájöttem, hogy mennyi mindent nem tudok, mennyire nyápic vagyok csomó mindenben, és nagyon sok mindent tanultam. Tudod az ilyen alap hogy tüzet rakni, fát vágni, de tudod, maga, maga nem tudom, így a, a, a magadér való kiállás is szerintem szerintem sok mindenben fejlődött nagyon sok minden ragadt rám. Tehát hogy így utólag nézve szerintem ott egy kicsit fölnőttem, tehát így ezt is így, így lehet mondani, meg így, így azért jobban rálátok a világra, jobban átlátom a dolgokat, akár mondjuk így a média világban is, vagy akár mondjuk, hogy amúgy hogy működik egy ilyen műsor, stb., és nagyon sok mindent adott, tehát nagyon sokan ismernek föl még ma is az utcán, tehát hogy tudják, hogy ki vagyok, akár oda jönnek hozzám, érted, a vesztembe végignéz, és akkor kérnek tőlem egy képet, vagy valami. A bulikban inkább jellemző ez, hogy ott így megismernek a belvárosban. Tehát sok mindent adott, azóta is van egy csomó munkám emiatt, amiért nagyon hálás vagyok. És azt hogy élted meg, hogy ezt a végén te nyerted meg? Azért végmentél ott, ott Igen. komoly megpróbáltatásokon, is, hogy akkor a végén nem csak az, hogy felfedezted magadban azt, hogy tényleg te egy csomó mindenre képes vagy, és egy csomó mindent tanultál, hanem azért tényleg lényegében lehoztad az egész játékot, pénznyeremény. Hát azért volt nagyon érdekes, mert ö, ugye a Dóri, a Búzás Dóri, ő egy nagyon edzett, nagyon, nagyon, hát képbe van ő is a világgal, meg, meg strapa lány, és nem gondoltam volna, hogy így van esélyem abba, hogy én most akkor egy teljes napot izé futok, mert hát így összevágva így nagyon úgy tűnt egyébként, hogy ez ilyen nagyon szoros verseny volt, de a valóságban nagyon elhúztam előtte. Az elején egyébként ő húzott el, és nem tudom, valami 30 napig alig eszel, alig alszol, teljesen le volt a szervezetünk mind a kettőnknek szedálva, és egy olyan komoly, tudod, match volt, hogy így, amikor megelőztem, volt egy pillanat, hogy akkor volt az, hogy elkezdtem üvölteni, mint az állat, adrenalin löket, mint a fenel. Ez valahol az ilyen dobálós feladatnál volt, hogyha majd valaki visszanézi. És ö, ott volt az, hogy, hogy most akkor lehagyhatom. És amikor rávertem egy ilyen, nem tudom, egy ilyen órányit KB, akkor ö, teljes pánikba esett, és kb. szerintem ezért ö, is kaptam akkor előnyt, és a végén behozta. A végén behozta, mert, mert az volt, hogy ami egy olyan feladat volt, hogy meg kellett találni valamit, ő azt ilyen másodjára, harmadjára megtalálta. Tehát, mert be kellett úszni egy tó közepére és vissza, hát már, már néztek rám, hogy holó nem fogsz elsüllyedni, tudod, itt kintről, hogy így biztos minden rendben van-e. És amikor az utolsó résznél voltunk, és kinyitottam a kaput, és így kinyílt a kapu, és csak föl kellett szaladni a hegyre, tudod, nulla erőd volt, már haldokoltál egész, nap, már vizes is voltam meg minden a hidegben, és olyan energia volt ott, hogy ilyen adrenalin csak futás, és akkor tudod, amikor már hegy felénél vagy nézel a hát, és még mindig nem nyitottak ki a kaput, akkor tudod, realizáltam, hogy akkor ez megvan. Tehát így mi már csak így sétáltam föl amúgy a hegyre, mert tényleg nem volt semmi erőm. Fönn meg hogy holó, igen, ezért, tudod, gyere, el, gyere, ezért és akkor így az utcsó ilyen 50 méteren megfutottam, mert tudod, az volt bennem, hogy nagyon lecsesznek, hogyha nem azt látják, hogy csak így besétálok. Úgyhogy az utcsa 50 méterre így, tud így, így bekocogtam, és akkor tudod, tényleg szétestem. Tehát, hogy az így, a Zsuzsa azt mondta, a csak Zsuzsa, hogy így nagyon feltatől lehányom. Tehát úgy néztem ki, tehát ilyen fejér voltam teljesen, úgy borultam a nyakukba, tehát így nagy élmény voltam amúgy. Engem az érdekel még nagyon, hogy ugye most beszéltünk arról is, hogy neked tanári pályád van, hogy ugye ez így visszakanyarítva, vagy kikanyarítva a reality-ről, hogy, hogy ez azért annyira nem, nem feltétlenül vet rá vagy nem, nem, tudom, hogy mennyire vethet rá gyófényt az, hogy reality-ben is szerepeltél, meg hogy van egy, egy ilyen metal, hardcore zenekarod is. Én nem tudom, hogy mint mondtam korábban, hogy mindenek van a helye. Tehát, hogy ezért nincs rajtam piercing, ezért vagyok öltönyben, nem látszanak a tetkoim például az iskolában. De emiatt nem kaptál, vagy bocsánat, nem, akar, nem akarlak félbeszakítani, hogy nem, tehát előítéletek azért azok vannak? A diákjaim nagyon. Tehát, hogy amikor így mondják, akkor ilyen tök pozitívan mondják. A, a tanár urat már megint láttuk, hogy csinált De amikor valami olyan van, hogy tudod, hogy ilyen nagyon elvinni a dolgot, akkor egyből lecsitítás. Tehát, hogy én ezt én az a tapasztalatom, hogy ezt nagyon jól kezeltem. És amikor szó volt róla, akkor meg próbáltam mindig beépíteni a tananyagba. Például, amikor a tömeg, tömegkommunikációról beszéltünk nyelvtanórán, akkor po, például pont egy velem készült interjút hoztam be, és akkor tudod, többször megállítom, jó, akkor ez most miért, miért nem report, miért interjú? És akkor beszéljük meg, hogy akkor mi miért, és akkor a fogalmakat mondjuk az én interjúmon keresztül beszéltük meg. Tehát ilyen is volt nagyon sokszor, vagy beszéltem nekik arról, hogy amúgy hogy működik ez az influencerkedés, vagy hogy működnek, hogy lehet ebből pénzt keresni, hogy, lehet, hogy, hogy, hogy a cégeket hogy keresed meg. Tehát próbálom mindig azt tanítani nekik, ami a valóságban eredményes lesz. Mert annak, hogy most ezt így megtanulja nyersen, hogy Izé, hogy nem tudom, ott van egy, egy, egy újságíró, aki kérdezi, ez, ez, ez kit érdekel. És akkor úgy gondolod, hogy ez a, ez a két igazából egymástól különböző pálya, ez abszolút? Megfér egymás megfér. mellett. Persze, meg minden. Tehát, hogyha most én pornóznék, az is ki a tökömet érdekelne, nyilván. Tehát, hogy most, most komolyan, tehát, hogy, hogy azt csinálok, amit akarok, és hogyha most valaki emiatt engem nem engedne tanítani, mert mondjuk én felnőtt filmeket csinálnék, vagy valami nagyon, mi, mi van még, ami ilyesmi, de érted, érted, mit Persze. mondok? Tehát valamilyen nagyon, nagyon szélsőséges dolgot, akkor így kérdezem, hogy ez szakmailag, ez hol korlátoz engem? Tehát ameddig én arra tanítom a gyereket, hogy az életben ő sikeres legyen, megtanítom a kultúrában több elemre, mondjuk miattam elolvassák az adüsszeját, mert nem olvassák el, de mondjuk azt mondom, hogy csinálok velük TikTok videókat is, mondjuk emiatt elolvassák az antigónét, akkor kérdezem, tehát, hogy befolyásol az, hogy én egy metálzenekarba vagyok, vagy bármi más csinálok az életben? Az a lényeg, hogy ő a lehető legpozitívabban hagyja el azt az iskolát, a legtöbb minden tanulja, és ne a tananyagot tanulja, hanem a tananyagon keresztül az életet. Mert az nem számít, hogy izé, hogy, hogy, hogy euh, tudod az újságírást, de az már számít, hogyha te mondjuk ruhát akarsz varni, akkor hogy a, hogy a bánatba fogod azt, azt, azt hirdetni? Milyen felületeken fogod? Hogy, hogy mondod azt, hogy figyú, kedves, nem tudom, Petőfi TV, Leadnátok az anyagot arról, hogy én egyébként egy új ember vagyok a piacon? Érted? Hogy keresi meg ilyenek? Mit jelent az, hogy preszkit? Tehát mi azt jelent, mit jelent az, hogy kiajáló? Szerintem ettől lesz eredményes egy tanár, hogy a tananyagon keresztül megtanítja élni a diákot. És erre van re rengeteg lehetőség, mert nagyon sok életre tanító kötelező olvasmány van szerintem ez egy, egy nagyon jó hozzáállás, meg ezt én is abszolút így látom. De közben meg fogsz tudni, vagy ki tudsz teljesedni a tanári pályán, hogy szeretnél egyáltalán mondjuk a zenei karriered mellett. Lesz e egyáltalán időd? Hát én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy én úgy szeretnék lázadni, hogy amint megvan a diplomám, addig nem megyek el tanárnak, amíg félmilliót nem keres egy tanár. Tehát, hogy azt, én azt gondolom, hogy hat év egyetem után, hogy annyit keres egy tanár, mint egy takarítónő, és itt nem degradálni akarom a takarítónőket, de az azért, azért az, hogy 30 ezer forint különbség van kb. Tehát meg lehet nézni online, van egy csomó álláshirdetés, hogy még 30 ezer forint különbség egy takarítónő és 6 év egyetemi tanulás után, az szerintem borzalmas. Tehát, tehát hogy 200 ezer forintból te nem tudsz fenntartani egy, egy önálló lakást Budapesten, mert mondjuk jó esetben találsz egy félszobát 120 ér mondjuk legyük föl. Nem megyek el tanárnak, mert egy zenémmel többet keresek, mint egy tanár egész fél évben, nem tudom. Tehát, hogy de közben meg amúgy nem csinálnád szívesen? Félállásba csinálnám. Tehát egyre jobban efelé hajlok, mert annyira megszerettem a gyerekeket, meg tényleg annyira jó suliba voltam, ami az, azért nagyon para, mert ez egy keresztény suli és így tudod, tartottam attól, hogy akkor nagyon strict lesz, meg nagyon izé, de hogy annyira, annyira, jó osztályom van, meg így voltam helyettesíteni, hogy tök jó osztályok vannak ott, de hogy az osztályomat annyira megszerettem, és most tényleg ezen gondolkozok, hogy amikor elkezdtem ezt csinálni, ezt a tanárkodást, ezért kezdtem el. És nagyon hülye az oktatási rendszer, mert te nem látsz gyereket négy évig. Tehát, hogy tényleg a, a, a leghülyebben van, és ez nem hat év. A magyar oktatás egy szutyok maximum kettő vagy három év lenne a tanári pálya, ami alatt ezt el lehet végezni, de ilyen hülyeségekkel töltenünk, kell töltenünk az időket, a címerelemzés, meg, meg nem tudom, hogy ő delfinológia, és akkor mit tudom, hogy könyveket, meg minden, és ez kötelező tárgy, meg latin. És minek? Teljesen haszontalan. Teljesen haszontalan. Arra jó az egyetem, hogy öregszel. És úgy jössz ki, hogy hát egy kicsit idősebbnek nézel ki, mint a diákok, akik ott vannak, meg növesztesz egy szakállat, tudod? Erre jó a magyar oktatás. Egy szutyok semmi hazugság, egy, egy igénytelenség a magyar oktatás megszüntetném, ahogy van ezt az egész rendszert, mert ez nem hat év. És az, hogy elvettek hat évet az életemből, ez borzalmas. És úgy, hogy egyébként el sem tudsz helyezkedni a pályádon, vagy el tudnál, hát van. el tudnál, mert helyezkedni, el tudnám, mert, hiány, abszolút. Sőt, jobbat mondok neked, már most, most fölvennének bárhova, hogy nincs meg a diplomám, mert, mert már ilyen szintű hiány már itt van, tartunk. abszolút, ez így van. Az óvodás szakon már konkrétan az van, hogy, hogy bejelentkezel óvodás szakra, és már első évben megkeresnek téged az óvodák, hogy figyú, akkor végzel, és itt van, itt az állás már, itt, 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 most szerződjünk le. Mert nincsenek ovónők. Tanárok sincsenek, az ovónő még durvább. De nagyon para helyzet van. De közben meg akkor ugye valamiért csak eldöntötted, hogy ezt szeretnéd csinálni, meg tanultad. Hát pont így ezért... út, de hogy útközben jöttél el rá, hogy akkor ez így nem fog működni? Persze, hát ki az... 18 évesen mit tudsz az életről? Ez a legborzalmasabb. Most hívtak napra előadást tartani. Beszél, beszéltem egy csomó állásfélét, mondtam nekik hogy erről is, hogy hogy lehet elhelyezkedni. Ö, és így beszéltem erről, hogy, hogy a szülők, főleg ma erről is írtam egyébként data a 21. századi szülőkben, ez is benne van, valami kat van a fejekben, mert úgy van, hogy 18 éves lettél, akkor vége a szülőségnek. Akkor ennyi volt. 18 éves lett a gyerek, oké, van egy nyarad, keres munkát, keres lakást, mert ennyi volt. És nagyon sokan így gondolkoznak, ami egyszerűen eszméletlen számomra, tehát, hogy 18 évesen kijössz az egyetemről, legyen, legyen 6 év munkatapasztalatod, úgyhogy ide egy gimibe jártál, de már legyen 6 év munkatapasztalatod, értsél ehhez, értsél ahhoz, stb., úgyhogy tudod, nem szakmunkásba járt, és sima gimiben a be anyád. Mit tudsz a világról? Semmit nem tudsz a világról. Én, amikor elmentem a nyílt napokra, emlékszem, dr. Globicki tanár úr, Pázmány Péter Egyetem, hát olyan sok pénzt fogtok itt majd keresni, mert ki tanárhiány van öt év múlva, amikor kijöttök, olyan pénz pénzemelés... Hát azóta is várom azt az emelkedést, hogy izé, hogy mi legyen. És tudod, minket behűítettek, én belettem hűítve, én azt sem tudtam, tudod, hogy én Pilis Csabára jártam ki, ott volt még a pázmány, még meg nem szüntették. Most már nincs sehol a pázmány, a BMZ épületet ö, béreljük egyébként, ahol nem férünk el, tök jó. Szóval, hogy érted? Be, nem tudtunk semmit a világról. Én nem tudtam, hogy, az, hogy Pilis Csabára kijárni az milyen lesz. Meg, meg akkor még volt büfé, volt még étterem rész, hát szépen az is tudod, lecsonkítódott, már nem lehetett nyomtatni, tudod, és így, így, vettek el mindent a Pázmány Egyetemtől, meg így az egésztől, és mi ezt akkor nem tudtuk, 18 évesen mi ezt nem tudtuk, mert közben meg már nem lépsz ki, amikor már eltöltöttél ott három évet, és szerintem nagyon sok minden, és ezért van az, hogy szakmát váltanak, hogy elmész egy egyetemre, és az első évben meggondolod magadat, és átmész egy másik, másik szakra, mert anya apa belekényszerített abba, hogy elmenj egyetemre. A helyes döntés az lenne, ha nem tudod, hogy mit szeretnél csinálni az életben, várj egy évet. 12 évig a padban ültél, 12 évig belelettél kényszerítve a mókuskerékbe, fingod nincs a világról, csak amit, amit egy teremben mondott neked, az az ugyanaz a hat ember egész életedben, és nem, hogy az lenne, hogy, hogy, akkor most így nézzük meg a világot, hogy mi van, utazgassunk, vagy dolgozzunk ezt, meg azt, meglátjuk, hogy mi az, ami nekünk jól áll, és majd utána elmész egyetemre, amikor már, vagy egy ok -jére. mert tök minden, mert az egyetem, egyetem, diploma kell, nem. Az kell, amiből te pénzt tudsz keresni, amiben jól érzed magad. És a szülők itt rontják el, hogy nem a gyereknek az érdekeit, nem a gyereknek a szeretett dolgait, nem azt nézik, hogy, hogy az ő érdekeit. Ez lenne a fontos, attól jó a szülő, hogy a gyerekét mindig támogatja és nem dobja el. Fejér holó tettok. Én még a zenei karrieredre térnék vissza egy, ö, egy picit. Mit gondolsz, hogy milyen egy igazi tehetség? Hát tesz azért, hogy elérje az álmait, elérje a céljait képes tanulni, mondjuk új hangszereket, új tudást, elsajátítani, alázatos, tehát, hogy, hogy most azért küzd, tényleg különítsük el szerintem a mondjuk az ilyen hiphopban alakított képet mondjuk a rappereknél, hogy mi az, amikor tudod, nagyba vannak, meg minden, de hogy a valóságban tudod, mondjuk a krúb olyan a valóságban, mint ami amilyen dolgokat hoz, vagy, vagy nem tudom, a BSV is egyébként, tudod, ilyen tök szerethető, kedves arcok, meg minden, és hogy tudod, nagyon sokan ezeket nem látják, mert, mert nem látnak bele, meg minden. És hogy nem érzik azt, hogy mi az az, ami mondjuk egy, egy image, vagy egy, egy kép, mert éppen az a, nem tudom, stílusideál, vagy stb. És mi az, ami valóság? Egy tehetség szerintem tesz azért, hogy mind a kettőnek megfeleljen a, az erkölcsös életnek is, a image-nek is, és mindig próbál fejlődni. Előadóként szeretsz egyébként jobban tevékenykedni, vagy zenekarral együtt? Hát, mint fehér nagyon szeretnék poppánkot játszani és élni a magyar mesingen Az NLP-ben szeretnék élni a magyar Scarlord. És szeretnék élni fehér aki Fejér Holló vagyok. Értjük ezt a, ezt a, ezt a, kis paradox helyzetet? Abszolút. Tehát én szeretnék ezekbe a zenei irányokba menni, mert szeretem csinálni. Például, érted, amikor, amikor plener festészet volt, nem az volt, hogy lopkodták egymást, hanem mindenki kiment a szabadba, és festettek a szabadba, mert az volt a divat ettől én még mondjuk nem másolok, hogy mondjuk olyan zenét csinálok, mint a Mesingen Kelly, ami egyébként érdekes, mert amikor az egyedül mégsem lemezem kijött, akkor én nem is hallottam róla, és akkor így mondták, ó, oh, ez tök Mesingen Kelly, wow, ez rohadt jó, és az, tudod, azóta hallgatom, és akkor tudod, ez az, az irány. De tehát, hogy ez stílus ágazatot követni szerintem nem másolás, hanem az egyértelműen egy tök jó dolog, de közös szeretném megtalálni a saját hangomat a zene, mind a kettőt szeretném felfutatni. Szerintem mehet egymás mellett a kettő, és még egy csomó produkcióm van, amit szeretnék. Szeretnék majd technót csinálni, szeretnék majd, nem tudom, alter zenekart, mint még az esti kornél. Tehát, hogy nagyon sok mindent szeretnék csinálni, és még elettem van az élet. 25 egyébként, vagyok. Egyébként zenei producerként szeret jobban tevékenykedni, vagy, vagy mint, inkább mint előadó? Hát most zenei producer, mert abban van sikerem, tehát kapom a sikerélményt, ami tök jó. Mert előadó szinten mindig csak annyit tudtam kapni, ez egyszer menni fog. Ez nagyon jó, tehát a nagyoktól is hálaiknak nagyon jó visszajelzéseket kaptam, és mindig, amiket mondtak, hogy, hogy valami rossz vagy lehet javítani, azt mindig tudtam szerintem fejleszteni, mert mindig, amikor következőnek láttak, akkor mindig mondták, hogy na, ez már sokkal jobb, akkor legyen még ez jobb. Tehát hogy én azt érzem, hogy tudok a nagyokra hallgatni, meg az öreg az idősekre, tudod, az előző generációra, és ezzel tudok én szerintem majd. Hát tudod ö, fejleszteni a saját cuccomon, de hát még nem vagyok híres előadóként, tehát hogy nyilván a sikerélmény az jobban jobban vonz, vagy nem tudom. Meg motivál. Nem, motivál pontosan. Szerintem egy kérdésünk maradt. Így van, van egy záróakkordunk, amit minden, minden vendégünktől megkérdezünk a beszélgetés végén. Egy Mohetes. <laughs> És ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy ha az eddigi életedből készülne egy fiam, akkor ennek te milyen címet adnál? abszurd alak. <laughs> van egy ilyen Woody Allen film, de hát nem, nem, tehát nem, abból, nem abból a főszereplő, de amúgy ez megfele, lenne talán is. Ez tök jó. Nekem ez nagyon tetszik. Nekem még, még bocsánat, rájöttem, hogy van még egy kérdésem. Rájöttél, -e, hogy mit itt eddig? Hát nagyon becsapós. Nem tudom, mi lehet. Szerintem án is van benne. Ezt abból szűrted le, hogy nem szereted az án is. Igen, Tehát nem és ízlet. Aha. Igen. Nem ízlett neki -e a koktélunk. Valami piros gyümölcs van benne, talán eperli? Nem. Nem? Akkor van benne? Egy nagyon kicsi. Akkor martini. Nem. Mi van, mi van benne? Mindent, mindent szeretnéd, hogy Igen, és, le és le akkor lőnjünk. az utolsó kortra, hogy hogy hirtelen így a Na. színek kitáguljanak. de az, án is az az teljesen így van. Igen. Na, ez jó vagyok. Tettünk bele neked dribizli levet. Aj, még ezen gondolok. Ezen gondolkoztam, hogy a stepper vagy ribizli, igen. És az alkohol az benne egy strombó, egy almás Sima almás strombó. Ez így van. És van benne egy kis lime. A sztrombóban nem érzek semmi. szegény úgy meg, hogy nem is szereti az is. Nem, gyűlölöm az állni. Nem baj, de egyébként nem volt rossz, nagyon jó volt, nem tudom, melyik kevert kevert. Készültünk neked még játékokkal, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezeket is várod, és belecsaphatunk. Mm. Nyomjuk! Szóval hoztunk neked három játékot. Az első, ez lényegében csak egy kis bemelegítés. 20 darab villámkérdést fogsz tőlünk kapni, és öt másodperced lesz arra, hogy az egyes kérdéseket megválaszold. Jop. Felkészültél rá? Persze! Mostantól kezdve csak az igazat mondhatod, vagy mostantól kezdve csak hazudhatsz? Mm, hazudhatok. Soha többet nem használhatod az internetet, vagy soha többet nem ülhetsz repülőre? Repülő. Öt oktávot kiénekelni tisztán, vagy folyékonyan beszélni három nyelven? Folyékonyan beszélni három nyelvet. Két évente egy darab nagy 20 ezeres aréna koncert. Nem vagy? Vagy két évente 100 darab 500 fős klubkoncert. Két évente 100 darab 500 fős kis klubok. Megtalálod életed legnagyobb szerelmét, vagy egy milliárd forintot nyersz? Életem szerelme az egy milliárd, az semmi. Sosem szólalhatsz meg többet életedben, vagy mindent azonnal kimondasz hangosan, ami a fejedben van? Min turet. Többet sosem szexelhetsz, vagy többet sosem elhetsz a kedvenc ételedből, és ihatsz a kedvenc italodból? Imádok szexelni, úgyhogy nem eszek semmit. Mindig mindenhol alulöltözött vagy, vagy mindig mindenhol túlöltözött vagy? Be mi az alulöltözött? mindig, mindenhol mindig alulöltözött vagyok. Az a baj, hogyha öltözöl, akkor kinéznek meg egy parom vagy, úgyhogy... Az alulöltözött meg, akkor így néznek. Ah, nem öltözött fel hülye Az inkább, mint hogy ilyen beképzett majomnak nézek ki. Sosem hagyhatod el a lakásod világosban, vagy sosem hagyhatod el a lakásod sötétben? Világosban. Éjszakai bagolyvők. Évren kell lenned 48 órán át, vagy két, hónapon, két hónapig csak két órákat aludhatsz naponta. Hát csináltam ilyet, amikor Tahitott laktunk, akkor elég keveset ö, aludtam, mert 6-14-es buszra már föl kellett szállni, hogy én 8-ra benne legyek a római fürdős iskolában. Tehát ez nem is kihívás? Hát ez nem kihívás, sajnos ilyen ingázó életet éltem. Klub vagy házi buli? felépni? Vagy, vagy, mi, vagy... Klub vagy házi buli? Klub. Rajszvén Bocsánat, házi buli, házi buli. Házi bulit jobban adom. <laughs> Rajzfilm vagy horror? Oh, mind a kettő, okay, ah, ah, film. <laughs> Evolúció vagy történet? Evolúció. 38 fok vagy mínusz 5? 38. Tetoválás vagy piercing? Tetoválás, mind a kettő van. Teto Bali vagy, vagy New York? Bali. Kanapé vagy New ágy? New Yorkban nincs semmi. Kanapé? kanapé vagy ágy? Ágy. Álva vagy ülve? Álva. Lángos vagy palacsinta? Palacsinta. Balaton vagy tenger? Tenger. Ez volt az első játékunk, úgyhogy reméljük, hogy felkészültél a következőre, mert ennél csak nehezebb lesz. A következő játékunkban nehezítő körülményekkel kell a saját dalaidat előadnod. Az első nehezítő körülményhez ott találsz egy, egy eszközt, amit hoztunk neked. Ezt a fejhallgatott felvéve egy zenét fogsz hallani és miközben a fületben egy teljesen másik zene megy, a saját dalodat kell énekelned nekünk. Úgyhogy kérlek, vedd fel a fejhallgatót a Másik ezért, körülmény, az az előző ital volt. Puli <laughs> <Fuliában> sose <laughs> szoktam inni, mert amikor iszok, akkor nem tudom a szövegeimet. Tehát így, amúgy am is annyit írok, hogy hú, de furán hallom hall magam, jó? Hú! Na! Jó, van hiphop zene. Aha, aha ha bocit bocit, toko. nem, nem Na, menj a nem vagyunk őszinték, mondjuk most is itt vagy, de senki sem tudja. Megtaláltál a nyelvem hegyén, mondjuk én is itt állok a újra. A kérdés az, hogy most meddig megyünk el Mondd ki úgy Ahogy nem felejtem el Megtalálom Ahogy a sorsunk összeér Te is látod <laughs> Nagyon nehéz <laughs> Teljesen más nem foly. Te is látod <laughs> És el is felejtettem a szöveget, látjátok Jó, ez jó nehéz volt Mennyire volt hamis kintről? Hát én, én, nem vagyok szakértő, de én nekem sem. nagyon tetszett. Tetszett, de hogy hamis Nem adat, vagyunk őszinték szémi A második nehezítő körülményed pedig, hogy ugyanígy saját dalodat kell előadnod, jódlizva. Úgyhogy választ nyugodtan egy dalt. Jódlizni? Jó, igen. igen. Jé, Ez az igen. Ugyanez a dal. Néha nem vagyunk mondjuk most és ez nem, 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 nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó. Nem, szerintem az inkább ilyen. Jó, jó, ilyesmi. Milyen a jó, Dli? Egy jót itt valaki be tud játszani nekünk kintről? Le, Na, ez az. Szakember, ott van. Néha, gyúlna. <sparog> Néha nem vagyunk az emberek. Mondjuk most is, hogy vagy is. E Ebbe elbuktam szerintem. Aj, nekem nagyon tetszik. nem, nem vagyok kiba a jódlival. Jódló! Ezt lehozom bármikor, csak megkapcsolom nekem szerint. Jó, hát mondjuk, hogy ezt így. Én elfogadom. Mondjuk, mondjuk hogy meg volt. Teljesen, mondjuk, teljesen. Nyerd itt! Hazamegyek, hazafele a buszon, csak jódli fogok. Jódli fogok. Biztos mindenki értékelni fogja a buszon. A harmadik játékunk, kapsz kettő darab verset, azt kell neked előadnod valamilyen más stílusban. Ha gondolod, eljódlizod, ha gondolod, errepeled ami szimpatikus. Jó, mutassátok a szöveget. <laughs> spooky, spooky. <gül> Ja, és nem tudom, hogy milyen alapot kapok, mi? Nem, azt nem fogod tudni, ezt, azt... azt... Jó, van, kiváló. Ezt most, <gül> <gül> most majd útközben. <laughs> Aha. Yeah, yeah. Veszi Bárdo, Edvard király, angol király. Ah, liptet, yeah. fakul dobál. Hát úgy, hogy mennyit ér. A versi, veszi tartomány. Ah. Van ne ott vagyok, én csak egy jó Legelői fükövér, használtam meg göntözés, a pártos honfi vér. S a nép, az Isten a, a nép, a nép, a nép, a! Ha, olyan boldog ér rajt. A! mit a barok. a barom, a! megy a tigába hajt. Ah, 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 ah. Na felség, valóban koronád legszebb fogyott legelni jót, hegyet fölgyed benne lesz. S a nép, a nép, a nép, az Isten a, a nép, hogy boldog rajta. Sir, sir. 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 Ah, uh, uh. mind mint meg annyi puszta sír, meg annyi puszta sír, mindegyik sír. Aha, impro, ja. Ah, uh. na mond, mit látok? Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. <laughs> Ez már új szöveg, nem baj, vagy új zene lesz. Zseniális, amit művelsz, zseniális a szetted. Érzem magamban a csíziót. Oké, okay, és akkor most megkapod a másik verset is, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ebből mit hoz ki. már új szett van rajtad, úgyhogy hajrá! Bocs, tesó, nem hallak a szemüvegemtől. Jó, <laughs> <Yellow. gül> Petrific Flow, uh, 200 év, meg ilyenek, uh -huh. aha, yeah. jó, screw, aha, uh -huh. Egy gondolat, uh, az bánt engem, fél, 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 egy gondolat bánt engem ez Egyban fel akar szólni meg uh. Lassan hervadni el, mint a virág Amelyet tükkö félre fog a lelk lassan, mint a gyertya szá hogy ott üres szobában ná uh. Ne én, ha lát, hogy istenem uh. Ne én, ha lát, hogy én nekem Legyek fa. melyen fél keresztül Vagy mely a szélvér csavar kit a vestől Legyek köszét, mint a hegyről a bölde Ágát földet rázó, menny majd minden nap szog a nép Gyermek meg gumba sikra lép Piros ló arccal és piros zászlókkal és zászlókkal Ne reszentje a világ szabadság Se ezt el, hasonlják el lettől nyugatig zsarnokság Bellök meg nyugszik ott esek mellén A harc oh! De a zene, nem értem a végére Hát a a, a, re a rege Vagy nem tudom ez ilyen ragató Vagy milyen, milyen flow ez az ilyen ragabon flow, Nem az. tudom de Afro flow, na ez az ilyen afro flow az jól lát A többi az siralom volt Örülünk, hogy tetszettek a játékok, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél ide hozzám. Jó volt a beszélgetés, egy kicsi. nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Tudom, tényleg, hogy élvezted a játékokat is, és sajnáljuk, hogy a koktél nem lett a kedvenced. Készültél nekünk még produkciókkal is, úgyhogy nagyon szeretnénk tőled ezt most meghallgatni. Úgyhogy tiéd a színpad, Holló.

szeret Vége érzem, és érzem, és érzem a megoldás Az ennyetlen út Te maradtál Ahogy a lábnyomodba lépek Szaladsz, de úgyis majd utolérlek érlek Fogok a múlt De lehagynám Ahogy a szaladsz, de úgyis majd utolérlek. Egy próbát, ebbér még aratpart, ha megvársz, elég leszek hogy